Játék a szabadban, játék a csarnokban, dobóversenyek, egészségügyi szűrések, ajándékok a legjobbaknak. Ezek elengedhetetlen kellékei egy kosaras családi napnak. A Nyíksze harmadik alkalommal búcsúztatta az idényt egy olyan rendezvénnyel, amelyen a gyerekek mellett a szülők is részt vettek. Az egyesület elnöke szerint eredményes évre zártak utánpótlás csapataik. Az U11-U12-es csapatainkra nagyon büszkék lehetünk, hiszen ők országos dzsamburiba és szakmai döntőbe is jutottak, és az U10-es csapatunk pedig megnyerte a megyei bajnokságot, hiszen még országos szinten U10-es korosztályban nem indítanak bajnokságot, viszont a megyei szövetség az indított, és magasan a két csapatunk is részt vett rajta U10-es csapataink közül, és egyik első, másik pedig harmadik helyen végzett, úgyhogy rendkívül büszkék vagyunk rájuk, a jövő tehetségei, szeretnénk őket nagyobb odafigyeléssel, sokkal keményebb munkával és nagy odafigyeléssel menedzselni a későbbiekben. Bízunk benne, hogy Nyíregyháza sikercsapatát tudjuk majd összekovácsolni, akár majd a magasabb korosztályokban is. És az U20-asokra is büszkék vagyunk, és ami az U18-as csapatunk volt, hiszen ők a felnőttek mellett NB1-B-be kellett, hogy küzdjenek, és igazán nagy akadémiai csapatokkal, meg felnőttekkel kellett viaskodniuk, úgyhogy szerintem ők is megérdemlik a gratulációt. Gombkötő Norbert a Vármegyei Szövetség idényzáró rendezvényén az év edzője díjat vehette át. 4 évvel ezelőtt hazatértem Nyíregyházal, és a Nyíksénél helyezkedtem el, Balog Béla elnök hívott ide, és úgy érzem, hogy sikerült itt is megvalósítani az elképzeléseket, nagyon sok tehetséges gyereket kiválogattunk, és elindultam a különböző bajnokságokba. És most idén az U12-es bajnokság a 2011-es, 12-es születési játékosokkal eljutottak az ország 16 legjobb csapata közé. Egy úgynevezett szakmai tornát rendeztek ennek a korosztálynak, Sopronban voltunk, és talán is közel játszott ebben. A fiatal kosarasok július közepéig az egyesület nyári táborában töltik napjaikat. Augusztus elején egy gyulaházi edzőtáborral indul majd a felkészülés a következő idényre.